A Szekszárdi Magy Régálkodós és a Szekszárdi Kamarazenekar közös koncertje jelentette a Kultúra Napjának ünnepi programját. Megemlékező beszédében Gyurkovics János alpolgármester arról szólt, Kölcsei himnusza a magyarság összetartozásának szimbóluma. Kiemelte a jeles mű a nemzetféltés dokumentuma. Nem tudhatta, hogy majd 200 évvel később a magyar nemzet Kárpát-medence szerte erre a napra emlékszik majd, mert volt és van erő, amely meg tudta őrizni, fent tudta tartani a magyarságot, még az elkövetkezendő 2 évszázad viharain is állt. A magyar kultúra az európai kultúra gyökerein teljesedett ki, és őrzi, viszi tovább annak értékeit, mondta Jobbágy Valér, a madrigálkódós vezetője. Erre kell emlékezni ezen az ünnepen, tette hozzá. Számomra ezzel kapcsolatban a legfontosabb a magyar kultúra beágyazottsága az európai kultúrába. Mindenki, aki jelentőset alkotott, akár zenei, akár irodalmi vonatkozásban, és itt a 20. század legnagyobb, legjelentősebb költőire, zeneszerzőire gondolok, az hihetetlen sokat merített az európai gyökerekből. Budapesten 2 szekszárdi intézmény, a Babits Kulturális Központ és az I.S. Gyula Könyvtár vehetett át kitüntetést az elvégzett munka elismeréseként. Ácsezső polgármester a sajtótájékoztatón azt mondta, a külső megítélés objektívabban látja a teljesítményt, mint a város. Két oldalról beszélünk, egyik maga a szakmai munka, másik pedig nyilván ennek az anyagi hátterének az előteremtése, ami nem egy egyszerű feladat, több százmillió forintról beszélünk. De nem csak, hogy tartani lehet ezt a színvonalat, hanem emelni is kell. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek arról szóltak, hogy fölhozzuk ezeket az intézményeket erre a szintre, ez sikerült, most ezt tartani kell, és tovább kéne lépni. A Babits Kulturális Központ által kapott közművelődési minőségdíjat minden esztendőben egy intézmény nyerheti el Magyarországon. Zsikó Zoltán igazgató azt mondta, közel 100 oldalas pályázatban mutatták be az itt folyó munkát. Ez egy nagyon hosszú folyamat, tényleg egy nagyon komoly háttérmunka, és azt gondolom, hogy büszkék lehetünk mindannyian erre a díjra, hiszen elismeri azt a munkát, amit mi itt a Kulturális Központban végzünk, és azt a sikeres kulturális életet, ami Szekszárdon zajlik. A Magyar Kultúra Napján a Babits Kulturális Központnak átadott elismerés örökérvényű, szemben a könyvtár díjával, melyet 3 év múlva újra meg kell majd pályáznia az intézménynek.